5 milliárdból fognak fejleszteni, Máté Szarkán is elfogadták a 2023-as költségvetést. Vízpótlás a Nyírségben, jól halad a beruházás előkészítése, a vízügy szakemberei pedig lakossági fórumokat tartanak az érintett településeken. Fókuszban a helyi termékek, szakmai fórumon vettek részt a vármegyei méhészek. $15 milliárdos főösszegű költségvetést fogadott el a napokban Máté Szalka képviselőtestülete. A jelenlévő 10 képviselő egybehangzó igen szavazatával döntött a testület az idei év terveiről. Köszöntöm Önöket, a Kölcsey Televízió híradóját látják. Máté Szalka polgármestere úgy fogalmazott, ez azt jelenti, hogy a város egyetértés mentén tud tovább haladni. A költségvetés egyébként több mint 5 milliárd forintos fejlesztési összeget tartalmaz. Az év eleje az egyik legfontosabb időszak egy település életében, hiszen rendre ilyenkor dönt a képviselőtestület az adott év költségvetéséről. Máté Szalkán február 15-én született meg ez a döntés. A jelenlévő tagok egybehangzó igennel fogadták el a 2023. évi költségvetést. A város célja, hogy ugrásszerűen folytassa az elmúlt években megkezdett fejlődést, amelyhez megszavazták a 14,6 milliárd forintos költségvetést és annak szétosztását. Azt külön kiemelném, hogy ez nem azért van, mert hogy a működési kiadásainkat úgy megemeltük az égbe, hanem hála Istennek a tavalyi egyébként nagyon magas fejlesztési összegeinknek, ami több mint 2,5 milliárd forint volt, idén a dupláját, több mint 5,1 milliárd forintot fogjuk fejlesztésekre fordítani. Máté Szalkán a 2023-as évben 10 EU-s projekt valósul meg, olyan projektek, amelyet a tavaly évben nyertünk el. Egy régi adósság, amin már 7 éve dolgozunk, és a városlakók 50 éves álma teljesül azzal, hogy megépítjük a Máté-Szalkai belvárosi kispiacot, és az sem egy utolsó szempont, hogy önerőből is most 130 millió forintból út- és járdaépítési programot indítunk. Ez azt jelenti, hogy Máté Szalkán 25 útszakasz újul majd meg, amelyek kapcsolódni fognak a tavaly átadott két körforgalomhoz. Ilyen nagyszabású és összehangolt útfejlesztés még nem volt a város történetében. Ezzel sokkal biztonságosabbá válik majd a közlekedés Máté Szalkán és a bevezető utakon. Ezen túlmenően kisebb léptékű fejlesztések is lesznek, amelyek a városlakók biztonság és komfortérzetét fogják javítani. Ilyen, hogy ismét 30 millió forintot költünk a temetőre, a ravatalozót szeretnénk kívül belül rendbehozni, új eszközöket szeretnénk oda kegytárgyakat beszerezni. Ezen kívül ott is a belterületi, a temető területén belüli utaknak a kiépítése, szilárd útburkolattal való ellátása tovább folytatódik majd. Ugyanilyen jelentős lépés a város élete szempontjából, hogy ugye az előbb említettem 10 pályázatot, többek között a Zöldváros pályázatban a Máté Szalka legkisebbjei, a legifjabb korosztály biztosan nagyon várja a szép nagy játszóteret a gólyakerti tó mellé, és ebben a projektben a város több pontján is újulnak meg játszóterek, na ahol nem, ott viszont 40 millió forintból a város minden részében felújítások lesznek a játszótéren, új eszközök beszerzésével, tehát én azt gondolom, hogy minden lakókörzetben elérhető lesz majd olyan játszótér, amit vagy újjáépítünk, vagy éppen kibővítünk, attól függően, hogy a város melyik pontjáról beszélünk. Még decemberben döntött a közgyűlés arról, hogy megpróbálnak minél több forrást találni, a költségvetésből elkülöníteni, hogy a társasházi övezetben elinduljon kísérleti jelleggel a külső fedett hulladéktároló építése. Ezzel megoldanák az 1,1 köbméteres kukák elhelyezésének problémáját. A közel 15 millió forintos beruházást már régóta várják a városlakók. 10 új tározót alakít ki a Nyírségben a vízügy. A rendszer a csapadékvíz hatékonyabb megtartását is lehetővé teszi. A szakemberek az érintett településeken lakossági fórumokat tartanak a napokban, hogy a helyi földtulajdonosok véleményét is kikérjék. A következő héten Ófehértón, Nyíregyházán és Érpatakon lesznek előadások és ötletbörzék a témában. A beruházás a Nyírség vízpótlását igyekszik megoldani. Az elmúlt 100 év legnagyobb aszálya sújtotta tavaly Magyarországot. Különösen nagy kárt okozott a csapadék hiány a homokos talajú Nyírségben, ahol évtizedek óta megoldatlan problémát jelent a mezőgazdaságban a szárazság.
A tavaly évben megindult a térség vízpótlását megoldó beruházás előkészítése, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Víziterv Environ Kft. Közös projektjeként. Gacsái József, a társaság ügyvezetője 35 perc című műsorunkban elmondta, egyre sürgetőbbé vált a vízpótló rendszer kiépítése. 2010-et követően azért emelkedő tendenciát mutatnak az átlaghőmérsékletek, és a csapadék tevékenység az pedig konstans értéket mutat. Tehát, hogyha ezek nem is változnának, azt látjuk, hogy ez a száradás, ez egy elindult folyamat, mindenképpen kezelni kell. A megépült vízrendszerünk sajnos ezt nem teljes körűen rugalmatlanul tudják felmérni, tehát mindenképpen ezeket újra kell hangolni, ami nem csak a rendszerekben, hanem egy szemléletváltást is jelent az itt élők szemében, vagy a részéről. A nyírségvízgazdálkodás az a megyének egy jelentős területét, tehát egy 2000 négyzetkilométer, ha csak az érségnyírségről beszélünk, és azt látjuk, hogy a tavalyi évnek az elmúlt 100 év legnagyobb aszályát szenvedte el a terület. Látható volt, hogy mindenképpen ezt a folyamatot meg kell szakítani. Ennek előzménye már a 2000-es években elindult, és 2018-ban elkészült egy koncepció tanulmány, amelynek három fő pillére volt, és ennek egyik pillére volt ezek az állandó tározóknak a kialakítás, amit 10 új helyszínt jelölne meg, illetve ugyanilyen fontos, hogy egy tiszai vízkivétel is elkészülne a projekt előkészítés során, illetve a megvalósítási fázisban, ami azt eredményez, hogy nem csak a vízgyűjtő területen lehulló csapadékkal szeretnénk gazdálkodni, hanem Tiszából szeretnénk a szükséges vízmennyiségeket behozni a rendszerbe. A beruházás ezáltal a felszín alatti vízmennyiség csökkenő tendenciáját állítaná meg. Gacsái József elmondta, a főbb érintett településeken lakossági fórumokat tartanak, hogy tájékoztassák a helyieket a fejlesztés részleteiről, és a helyi földtulajdonosokkal közösen dolgozzák ki a vízpótlást. Az a 280 terület, ahol területi vízvisszatartás valósulna meg, ott nem lenne a terület megvásárolva, hanem megmaradnának azoknak a magántulajdonosoknak a birtokában, akik most jelenleg is gazdálkodnak rajta. Csak érdekelté kell tenni a gazdákat, hogy ezeket a vizeket ne vezessék el a területükről, hanem próbálják meg ott helyben tartani, és hagyják, hogy beszivárogjon. Tehát a vizsgálatok azt mutatják, hogy ha a tiszai vízkivétel üzemel a meghatározott módon, megtörténnek, megvalósulnak az a 10 állandó tározó, amely több mint 10 millió köbméter víz visszatartását teszi majd lehetővé, illetve csatlakozik hozzájuk ez a 280 víz visszatartási helyszín, akkor egy néhány évtizeden belül vissza tudjuk állítani a szabályozás előtti állapotokat. Lakossági fórumot jövő héten kedden Ófehértón, szerdán Nyíregyházán a BEM József Általános Iskola Herman Ottó tagintézményében, csütörtökön pedig Érpatakon tartanak még a vízügy szakemberei. A projektről részletesebben pedig a nyirségvizgazdálkodás.ovf.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Országos viszonylatban vármegyénkben tevékenykedik a legtöbb méhész, így gyűjtik be a legtöbb akácmézet is. Most szakmai fórumon tárgyalták a helyi termékek népszerűsítésének lehetőségeit Nyíregyházán. A vármegyei Paktumirodában megtartott rendezvényen a méhészet országos és helyi gazdasági szerepéről is tárgyaltak a szakemberek. Országos viszonylatban vármegyénkben tevékenykedik a legtöbb méhész, így gyűjtik be a legtöbb akácmézet is. Ezért is kiemelten fontos a méhészek, mint helyi terméket előállítók piaci helyzetének megvitatása, valamint hogy megoldásokat találjanak az aktuális kihívásokra. Ez állt a péntek délelőtti szakmai fórum fókuszában a Vármegyei Paktumirodában. Az ágazat nincsen könnyű helyzetben most, hiszen a magyar méz egy kiváló minőségű méz, és rengeteg hamis mézzel kell felvenni a versenyt, és hát pontosan ezért céloztuk meg mi is azt, hogy próbáljuk mi is segíteni az ágazatot azzal, hogy a helyi termékek rangsorában egy olyan polcra tesszük el virtuálisan a mézet, amely talán a legmagasabb polc, hiszen valóban egy olyan kiváló minőségű termék a magyar méz, amelyet nyugodtan lehet példaképpen állítani, nem csak itt a helyi fogyasztók számára, hanem a külföldi fogyasztók számára is. A méz nem csak finom, nagyon egészséges is, a betegségek megelőzésében is fontos szerepet tölthet be. A hazai mézfogyasztás mégis alacsony. Éppen ezért a termelők is nehéz helyzetben vannak, hiszen az export jelenleg teljesen kiszámíthatatlan. A méhészek azzal küzdenek, hogy a tavalyi akác termést nem tudják értékesíteni. Vármegyénkben több mint 2000 méhész dolgozik, közel 120 ezer méh családdal. Ha nem lesz változás, az ő megélhetésük is veszélybe kerül. Ezért is fontos, hogy helyi szinten népszerűsítsék a termékeket. Egyre több a tudatos vásárló, akik már
külön úgymond bizalmi alapon vásárolnak, és megfelelő méhésztől. A problémát jelent most már az EU-n kívül érkező mézek megjelenése, mert ugye szintén befolyásolja a piacot, és nehézséget okoz a termelőknek. Tehát valójában mindenféleképpen az a jövő iránya, hogy helyben adni a termékeket, akár kis boltokban, akár a termékelőállítás helyén, törekedni a kereskedelmi láncokhoz való bekerüléshez. Hallottunk és látunk olyan kezdeményezéseket, amelyek már erre irányulnak. Nyilván itt a méz, mint jelentős értékes élelmiszer, úgymond mágnes termékként jelennek meg a piacon, de ugye ha ez nem kerül ki az országból, akkor az azt jelenti, hogy az export függőség már csökken, és ezzel jelentős piaci előnyök érhetőek el helyszinten. Ez bizonyítja az is, hogy számos vármegyében előállított termék már országosan elismert. A ZEMA ékszerekre gondolunk, amelyek már a világban mindenütt megmutatták magukat, vagy a különböző eredetvédett pálinkáinkra, a panyolai pálinkára, vagy olyan termékekre, amit például a Nobilis szállít elő, vagy amit például a Nativus napkoron ugye a vathús készítményekkel, akkor ezek mind-mind olyan helyi termékek, amelyek már elértek valamit a piacon. Tehát ezeket nyugodtan lehet példaként felhozni. És itt a jó gyakorlatok megosztásával egy-egy ilyen fórumon, én úgy gondolom, hogy nagyon komoly tapasztalatokat lehet egymással megosztani a szereplőknek. Ezekből a jó gyakorlatokból vagy hibákból pedig más termelők, előállítók is tanulhatnak. Ez az elsődleges célja a hasonló szakmai fórumoknak. Hamarosan küldi a Nemzeti Adó és Vámhivatal a gépjárműadó értesítéseket, határozatokat. Az első részletet 2023. március 15-ig, a másodikat szeptember 15-ig kell befizetni. A határidőkre érdemes odafigyelni, mert az adó késedelmes fizetésekor már késedelmi pótlék növelheti az összeget. Az átutaláskor az adószámot vagy az adó azonosító jelet fel kell tüntetni a közleményrovat elején. Határozatokat és értesítéseket a NAV elektronikusan küldi mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapják meg a papírokat. Február 22-ig lehet jelentkezni a középfokú oktatási intézményekbe, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. A középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait az általános iskolák töltik ki. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban tovább tanulni szándékozóknak viszont a lapokat egyénileg kell kitölteniük az oktatási hivatal honlapján elérhető elektronikus adatlap kitöltő program erre létrehozott felületén. A kitöltött dokumentumokat február 22-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az oktatási hivatalba. A kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség. Kemecsén, Vásárosnaményban és Nyíregyházán tartották az értékes barangolások vetélkedő sorozat középdöntőit. A diákok a vármegyei és nemzeti kulturális értékek ismeretében mérték össze tudásukat. A középdöntőből továbbjutó csapatok a vármegyei döntőben folytatják a versenyt, ahonnan a legjobbak továbbjutnak az országos megmérettetésre. Miután elindult a stopper, már is folytatódik a verseny. Ezúttal nem a lexikális tudást pontozza a zsűri, hanem azt, melyik csapat rakja ki leggyorsabban a vármegyei épületek képét puzzle darabokból. A tét nem kevés, hiszen az értékes barangolások középdöntőjében dől el, mely csapatok jutnak be a döntőbe. Máté Szalkáról érkeztünk a Kávé János Református Általános Iskolából, és 8. osztályosok vagyunk. Nemzeti értékekkel, kiemelkedő nemzeti értékekkel és hungarikumokkal kapcsolatos feladatokat, és volt benne ilyen, amikor tableten kellett megoldani feladatot, volt olyan, hogy kirakót kellett megcsinálni, és ilyen kompetencia jellegűek is voltak. Baracsi Endre, a vármegyei értéktár elnöke elmondta, ugyanezen a napon összesen 3 középdöntőt szerveztek, így Vásárosnaményban és Kemecsén is összemérték a diákok egymással a tudásukat.
mindig az a tapasztalatunk, amely megerősít bennünket, hogy elégen is van igény, és nagyon jó érzés, mint akár zsűritagként, vagy akár szervezőként mindig töltődünk ezekből a vetélkedőkből, és jó érzés látni azt, hogy a gyerekek mennyire szeretik, és valóban mennyire felkészülten várják ezeket a vetélkedőket. Ugye, ahol most vagyunk, az egyik középdöntő helyszín, de a középdöntőkből már kettő lezajlott, hiszen Vásárosnaményban és Kemecsén is volt már itt a nyíregyházi helyszín mellett egy-egy középdöntő, ahol mindenhol 6-6 csapat mérette meg magát, 3 általános iskolás, 3 középiskolás, és mindenhonnan egy-egy csapat jut tovább a döntőbe, tehát a döntőbe is majd 6 csapat lesz, amelyet szintén itt Nyíregyházán tartunk majd meg. Baracsi Endre hozzátette, a megye valamennyi iskolája nevezhetett diákokat a vetélkedőbe. Idén több mint 100 csapat jelentkezett. Minden megyei iskolának, általános és középiskolának elküldtük a jelentkezési lapot, és több mint 100 csapat jelentkezett. Tehát akik ide eljutottak, ők már egy nagyon komoly sikert értek el, hiszen egy online forduló keretein belül azok kerülhettek ide, akik a legjobbak voltak, és most pedig közülük most már így interaktív módon, tehát itt most már fizikailag meg kell, hogy mutassák a tudásukat, és így kerülhetnek be a döntőbe, és azt még mindenképpen szeretném elmondani, hogy ez a megyei döntő majd nem a végleges célállomás lesz, hanem még itt a megyei döntőknek országosan a nyertesei, ők pedig egy országos döntőn mérettethetik meg majd magukat. Bízunk benne, sőt biztos vagyok benne, hogy hasonló sikerrel, mint eddig, a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei csapatok majd valóban méltán fogják képviselni vármegyénket, hiszen többször volt már arra példa, hogy a végső győzelmet is vármegyei csapat hozta el. Mi erre nagyon büszkék vagyunk, és egy visszaigazolás annak a munkának, amelyet végzünk. A szervezők a diákokat a megye különböző tájegységeire jellemző, a vármegyei értéktárban is szereplő finomságokkal várták, úgy mint a szatmári szilvalekvár, a szabolcsi alma, a milotai dió, vagy épp a tisza adonyi kecskesajt. A középdöntőig jutott csapatok könyvjutalommal térhettek haza, a továbbjutó diákok pedig folytathatják a felkészülést a vármegyei döntőre. Hazaérkezett az öthetes portugáliai edzőtáborból a gyalogló Helebrand Máté. Pokrovenszki József tanítványa nem indul a hétvégi nyíregyházi fedett pályás országos bajnokságon, már a márciusi dudincei versenyre készül, ahol a 35 kilométeres távon szeretné magát kvalifikálni az augusztusi budapesti világbajnokságra. Bár az időjárásra néhány napot kivéve ezen a télen nem lehetett panasz, a nyíregyházi gyalogló a hazainál is kellemesebb körülmények között végezhette edzéseit az elmúlt 5 hétben. Helebrand Máté a már jól megszokott portugáliai edzőtáborban gyűjtötte a kilométereket. Azért is volt fontos, mert október közepén túlestem egy sérvműtéten, ami után 6 hetet kellett kihagynom, szóval 2 hónapos lemaradásban voltam felkészülés szempontjából. December elején tudtuk csak elkezdeni a felkészülést, és ezért ezt a lemaradást be kellett mindenféleképpen pótolnunk valahogy. Ez alatt az 5 hét alatt, ha nem is a 2 hónapos kiadást sikerült behoznunk, de hoztunk a lemaradáson. Nagyon jó edzéseket tudtam végezni, szinte mindent meg tudtunk csinálni, ami ki volt írva. Az időjárás ideális volt, egy nap kivételével minden nap sütött a nap, és nem esett eső. Volt egy 30 km-es, illetve egy 27 km-es felmérő edzésem is, ami nagyon jól sikerült. Ez azért is volt fontos, mert ugye én idén 35 km-en fogok majd versenyezni, és ehhez viszont majd kvalifikációt kell majd szereznem márciusban, és ez jó kiindulási pont volt, hogy most mit is tudok ezen a távon. Tavaly Máté hatalmas fülénnyel nyerte meg az 5 km-es gyaloglást a nyíregyházi fedettpályás országos bajnokságon. Idén viszont biztosan nem védi meg a címét. Szerencsére egészségügyileg rendben vagyok, viszont mivel 35 kilométerre készülünk, és nagyon szűkös volt most a kimaradás miatt ez a felkészülési idő, így nem volt idő külön készülni az 5 kilométeres távra, és mivel lényegesen nagyobb a különbség az 5 és a 35 kilométer között, főleg tempóban, ezért egyáltalán nem állok készen erre az 5 kilométeres távra, és ezért úgy döntöttünk az edzőmmel, Pokrovenszki Józseffel, hogy a sérülés elkerülése véget most nem kockáztatunk, mivel egy bő hónap múlva lesz az első kvalifikációs versenyem 35 kilométeren, és az ott szeretnék majd nagyon jól teljesíteni.
A háromszoros olimpikon a jövő héten még hazai környezetben készül, aztán ismét Portugália felé veszi az irányt, hogy a lehető legjobban felkészüljön a durincei versenyre. Kedves nézőink, híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. A tavalyi fejlesztési összeg dupláját, több mint 5 milliárd forintot fordít 2023-ban fejlesztése a Mátészalkai önkormányzat. A képviselőtestületi ülésen elhangzott 10 Európai Uniós projekt valósul meg, többek között a belvárosi kis piac kialakítása, valamint önerőből 25 útszakasz újul meg idén. A nagy projektek mellett kisebb beruházások is lesznek, például a temető útjai szilárd burkolatot kapnak 2023-ban. Egyre sürgetőbb a nyírség vízpótlása, erről beszélt 35 perc című műsorunkban Gacsái József, a Víziterv Environ Kft. Ügyvezetője. Jó ütemben halad a beruházás előkészítése, melynek keretében 10 új tározót alakítanak ki a térségben, a rendszer pedig a csapadék víz hatékonyabb megtartását is lehetővé teszi. A vízügy szakemberei az érintett településeken lakossági fórumokat tartanak, hogy a helyi földtulajdonosok véleményét is kikérjék. A következő héten Ófehértón, Nyíregyházán és Érpatakon tartanak előadást és ötletbörzét a témában. Nincsenek könnyű helyzetben a méhészek, az elmúlt időszakban folyamatosan piaci problémák jelentkeztek, amelyek a méz exportját és a helyi eladását is érintik. Többek között ezek megvitatására és a lehetőségek feltárására szolgált a Vármegyei Paktum irodában tartott szakmai konferencia. Önök február 17-én, pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták. Hírműsorral legközelebb holnap este várjuk majd önöket, akkor a hét híreinek összefoglalójával, a krónikával jelentkezünk. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, jó pihenést, viszontlátásra! Szombaton még sok lesz felettünk, a felhő majd egyre több helyen kisüt a nap, a nyugati a szél megélénkül megerősödik, az északi tájakon viharos erejű széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között alakul. Szorványosan előfordulhat eső, zápor, hétvégén este felé a magasabban fekvő tájakon havas eső is hullhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 fok között várható.